Szia! Pazonyi Mónika vagyok. Üdvözöllek! Folytatom az Instant Yoga sorozatot. Most arra a problémára szeretnék megoldást találni, hogyha nem tudsz már koncentrálni, nagyon szeretnél még dolgozni, vagy van valami tanulnivalót, hogy hogyan tudod újra feltuningolni magad, ha egy picit tudjál figyelni. Úgyhogy helyezkedj át térdelő támaszba. És nyújtózd meg a fejtetővel előre, a farokcsonttal hátra, ezzel egyenes lesz a hát. És belégzés közben nyújtsd hátra a bal lábadat, nem kell magasra emelni, csak figyelj arra, hogy ne essen be a derekad, aktívan tartsd a köldököd, és ha a bal lábadat hátra nyújtottad, nyújtsd hátra a jobb kez, vagy előre a jobb kezed, és nyújtózzál meg a kezeddel előre, a lábaddal hátra, és figyeld meg, milyen apró mozdulatokat teszel annak érdekében, hogy ne dölöngélj, ez nagyon jó, és az se baj, hogyha egy eldőlsz, és le kell rakni a kezed, lábad. Ha egyáltalán nem dőlöngész, akkor csukd be a szemed, és figyeld meg, hogy mi történik akkor. Lélegezz folyamatosan. Keresd meg azt a pontot, ahol kihívásra kihívást találsz. Kilégzés közben érintsd össze a homlokod a térdedbe. A belégzés közben nyújtóz meg. Kilégzés közben érintsd össze. És ezt végig csinálhatod csukott szemmel. Figyelj arra, hogy mi történik, figyelj ezekre a kis mozgásokra, ami nem baj, nem hiba, ez nagyon jó. Majd kilégzés közben ragd le a kezedet, figyeld a két oldal közötti különbséget, majd belégzés közben emeld meg a jobb lábad, nyújtózz előre a sarkaddal, tartsd meg a köldököd, aktívan nyújtózz előre, a bal kezeddel, a jobb lábad van fönt, és nyújtóz a sarokkal hátra, a kezekkel nyújtóz előre, figyeld meg, hogy mennyire dölöngelsz, hogyha egyáltalán nem, nagyon stabilan állsz, akkor szuper, akkor újabb kihívás kell az idegrendszernek, csukd be a szemed, és úgy nézd meg, nem baj, ha le kell rakni a kezed. Kilégzés közben érintsd össze a homlokodat a térdeddel, belégzéssel nyújtóz meg, Kilégzéssel érincsd össze a homlokodat, a térdeddel. belégzéssel nyújtózd meg, kilégzés, és belégzés közben nyújtóz meg, kilégzés közben rakd be le a lábadat. Egy kicsit lehet érezni itt ilyenkor, ilyen ellentétes mozgásoknál, az agyadnál is, hogy beindul valami, és gyere guggolásba. Egy mozdulatlan pontot nézzél ki magad előtt. Lábújhegyen zárd a tenyereket össze a előtt, és lélegezz folyamatosan. És hogyha itt is úgy érzed, hogy nagyon stabilan állsz, a szemeddel kapaszkodj, lazítsd az arcizmokat, nyújtósz fölfelé a fejtetővel, akkor próbáld meg azt, hogy mi történik, hogyha becsukod a szemed. De ne engem nézzél, mert én is dölöngélek. És csukott szemmel is próbálj meg egyensúlyozni egy picit. Még öt légzés. Majd kilégzés közben ragd le a kezed, és annyira nyújts ki a lábadat, hogy hozzáérjen a hasad a combodhoz, enged lógni a fejed, Vélegezz, hogyha jól esik, meg is foghatod a két könyököd, és hintázt az jobbra-balra, enged, hogy felfrissüljenek az agyérek, ilyenkor nő a fejben a vérellátás. Lazítsd el a hasad, enged, hogy lejjebb lógjon a felsőtest, nem baj, hogyha neked jobban be kell hajlítani a lábad, az is szuper, ha ki tudod már nyújtani, mindegyik variáció jó. Csak pihenjen meg a felsőtest a combokon. Majd ragd le a kezed, belégzéssel enged le a csípőd, és egyenes háttal nyújtóz fel kilégzéssel enged le a kezedet. A következő belégzéssel nyújtóz meg jó magasra, emeld meg a jobb lábad. Megint egy mozdulatlan pontot nézzél magad elé, és kilégzés közben csavarodj el oldalra, és lassan mozdítsd a fejed, mert ilyenkor szoktunk könnyebben elbillenni, mert a tekintettel tudsz kapaszkodni. Ha megy, akkor nézz a kezed után. Belégzés közben nyújtósz föl és kilégzés közben ragd kezed. Belégzéssel nyújtóz meg, emeld meg a bal lábadat, és kilégzés közben lassan fordulj el, nézzél a kezed után, ha megy, és nem baj, hogyha dölöngélsz, nem baj, hogyha le kell rakni a lábad. Szépen lassan, hogyha többször gyakorolod, hozzá fog szokni az idegrendszered, megtanulod a mozgást, belégzéssel nyújtósz föl, kilégzés közben enged le, jó, tehát egyáltalán nem baj, hogyha ha dölöngélsz. Majd zárd össze a lábakat, zárd össze a kezeket, és belégzés közben nyújtóz meg jó magasra, és gyere föl hegyre. Ha jó lesik, összekulcsoltod a kezed, tenyérrel fölfelé, vagy ragda a fejedre, és figyeld meg, hogy hogy alakul az egyensúlyod a hegyen És megint kezdje játszani, hogy csukd be a szemedet, akkor mi történik lábújhegyen. Nyugodtan kinyithatod, nem baj, ha le kell rakni a sarkad. Majd belégzéssel nyújtóz meg, kilégzés közben engedd le a kezedet, rázd le egy picit a lábad, egészségedre, remélem egy kicsit felfrissült az agyműködésed, úgyhogy mehet tovább a munka. Szia!